Ferenc Ferdinánd feleségével június 28-án érkezett a tartomány fővárosába, Szarajevóba. Az sem riasztotta el, hogy a szerb elszakadási törekvések miatt 1914 nyarára igen veszélyes helyzet alakult ki. A sajtó nyilvánosságra hozta a haladási útvonalat, így a merénylők kedvező lehetőséghez jutottak. Egy utcasarkon a hercegi párt közvetlen közelről lelőtték. Ez volt az utolsó székre az európai lőporos hordóban.